Minden növénycsoportnak más szerkezetű víz megtartó légáteresztő képességű és pH értékű földre van szüksége. A jó minőségű földek ezt természetesen lekövetik. Van, amelyikhez homokot vagy apró kavicsot adnak, például a kaktuszokhoz ajánlott földekhez, van, amelyikben fenyőkéreg, mulcs van, ilyen az orchideák földje, és van, amelyikbe különleges savanyú tőzeget kevernek. A prémium földekben ezen felül perlit, granulált szerves trágya is lehet. Fontos, hogy mindig a megfelelőt válasszuk. A növények földjéből pár év alatt biztos kiürülnek a tápanyagok, azok felszínén sókicsapódás jelentkezik, ekkor mindenképp át kell ültetni a növényt új földbe.